lobognak a zászlók a magyar parlamentnél a lengyel, Lengyelországban, a parlamentnél pedig a magyar, mert hogy ma március 23-a van, tehát nem csak az ejtőernyősök világnapja, ahogy ezt nemrég itt a stábból megtudhattuk, hanem a lengyel-magyar barátság napja van. Pontosan, és ez alkalomból mindig programokat szerveznek, előadásokat, úgyhogy most erről fogunk beszélgetni, hogy mivel készültek nekünk így ennek a dicső napnak az alkalmából. Szervusz, üdvözöllek nálunk! Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Sok szeretettel! Hát akkor vágjunk is bele, lengyel-magyar barátság. Ez egy picit furcsa év lesz ebből a szempontból, mert ugye itt a Covid miatt minden az online térbe helyeződött át, de azt gondolom, hogy remek programokkal készültetek. Szokás szerint. Bár kiemelném, hogy minden nap a magyar-lengyel barátság jegyében szervezzük a programainkat, nem csak ezen a dicsős napon, úgyhogy természetesen külön gondot fordítottunk arra, hogy ma is valami érdekes műsorral meglepjük a barátainkat. És mik azok az alapvető, legfontosabb értékek, amik a két nemzetet ugye összekötik? Miket emelnél ki legelőször? Mindenképpen a szabadság szeretetet, a függetlenség vágyat és a szolidaritás, hiszen a legdrámaibb, legnehezebb körülmények között is mindig kiáltunk egymásért, hát ez az igaz barátságnak az alapja. És a legszebb benne az, hogy még mindig aktuális. Ugye azt szokták mondani, hogy egy barátságot ápolni kell, ugyanolyan, mint egy kapcsolat, tehát hogy akkor működik az jól. Az igaz. Térjünk rá a programokra, hogy akár máról, de már azt gondolom, hogy nem csak mára vonatkozóan vannak remek programjaitok, aki egy picit bele szeretné vetni magát a lengyel kultúrába, vagy a lengyel-magyar barátságba. Alkalmazkodunk a helyzethez, úgyhogy általában mostanában virtuális szférában megvalósításra kerülnek a programjaink. Rengeteg online filmvetítést szervezünk, nyereményjátékokat, tehát a mai napra is készültünk olyan érdekes nyereményjátékkal. Reméljük, hogy nem sokára személyesen is találkozhatunk, és újra szervezhetjük a koncerteket, a filmvetítéseket a moziban, de amíg ez még nem lehetséges, akkor természetesen tőlünk telhetőleg mindent megteszünk, hogy attraktív, rendhagyó és látványos legyen a programunk online is. Lengyel nyelvet is népszerűsítitek. Úgy tudom, hogy a második leggyakrabban használt szláv nyelv ugye a világon. Mennyire népszerű itthon, akár mondjuk a fiatalok körében? Mi az, amit el tudtok mondani erről? Hát nagyon örömteli, hogy óriási népszerűségnek örvendenek a mi lengyel nyelvtanfolyamaink, és mindig óriási az érdeklődés. Most éppen szokás szerint online módon történnek. Ma volt éppen egy ilyen játékos, kedvcsináló néhány online nyelv óra, és úgy értesültem, hogy rengetegen jelentkeztek. Aminek nagyon-nagyon örülök. Nehéz megtanulni lengyelül? Mit gondolsz? Nehezebb magyarul megtanulni. Igen, ezt mondjuk szinte minden nyelvből visszakapjuk, hogy magyarul megtanulni nehezebb. Nem egyszerű, de nem lehetetlen. Úgyhogy szerintem érdemes megpróbálni, mert hiszen új lehetőségeket teremt, akár továbbtanulás, vagy szakmai élet tekintetében. És tényleg nagyon sok programotok van, ugye már jó párat említettél, viszont ugye a Visegrádi Együttműködés 30. évfordulója kapcsán egy különleges videópályázatot is hirdettetek. Ennek pontosan mi a célja? Hát nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok számára mit jelent a visegrádi együttműködés. És voltak éppen ez a pályázat 15 és 25 év közötti fiataloknak szól, akik szeretnek alkotni. Nem kell hozzá semmilyen professzionális eszköz, akár mobiltelefonnal is lehet rögzíteni a képeket, kis videófilmet készíteni, nekünk küldeni. Tulajdonképpen csak a fantázia szab határokat, mi mindenre nyitottak vagyunk, és nagyon kíváncsian várjuk ezeket az alkotásokat. Sietetlen aktívak is, mert ugye az Irodalom Éjszakája programsorozatban is részt fogtok venni. Ott mire számíthatunk? Hát remélem, hogy személyesen is találkozhatunk, és nem ilyen hibrid online formában. Idén hoztam is ajándékot nektek. Andrzej Stasiuk, Hogyan lettem író című könyvét fogjuk bemutatni. Ez egy, biztosan látjátok, nagyon népszerű kiadványból jelent meg a Pocket könyvsorozat keretében. Ez már második lengyel kötet, és készül idén még harmadik, mivel 100 éve született Stanisław
Lem, aki a science fiction egyik legkiválóbb írója, képviselője. Nagyon aktívak vagytok, tehát tényleg, ahogy halljuk a programokat, egy kicsit visszakanyarodva a videópályázatra, hol tudjuk elküldeni? Mi ennek a menete? Hát tulajdonképpen a Lengyel Intézet honlapján és Facebook oldalán található az összes technikai részlet, műszaki paraméter. Érdemes lenne elolvasni a szabályzatot, nem nagyon bonyolult, egyszerű, ott megvan az összes információ, úgyhogy biztatom arra, hogy ezt olvassuk el majd. Hát remélem, hogy akkor hamarosan nem csak az online térben tudunk majd újra barátkozni. Hát arra számítunk mi is. Hanem, hogy meg is találhatjuk egymást, és meg is ölelhetjük egymást. Nagyon köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor további nagyon jó munkát. Nagyon szépen köszönöm azt a lehetőséget. Köszönjük, Joanna. Köszönöm.